többen jelentkeztek, 13%-kal többen adták be papírjaikat idén a Nyíregyházi Egyetem képzéseire, mint tavaly. Rekord létszám, minden eddiginél többen szeretnének nyári napközis táborokba menni. Indul a szezon, csaknem 28 ezer horgász várta már, hogy kedvenc időtöltésének hódoljon. Több mint 13%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma az elmúlt évhez képest, akik a Nyíregyházi Egyetemet jelölték meg első helyen a felsőoktatási jelentkezési lapon. 1428-an jelölték meg első helyen az intézményt, összesen pedig 4400-an képzelnék el tovább tanulásukat Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A legnépszerűbb szakokban nincs változás, továbbra is a gazdálkodás és menedzsment, az óvodapedagógus és a repülőmérnök szakokat választják a legtöbben. A tervek szerint a szeptemberben induló fél évben Mátészalkán és Kisvárdán is lesz kihelyezett képzése az intézménynek. A 2022. szeptemberében induló képzésekre országosan összesen több mint 99 ezeren jelentkeztek. A felsőoktatásban tovább tanulni vágyók többsége 19 éves, őket viszont a 27 év feletti korosztály követi. A Nyíregyházi Egyetem ugyan nincs az országos top 100 felsőoktatási intézmény között, de több mint 13%-kal nőtt a jelentkezések száma tavalyhoz képest. 1428-an jelölték meg első helyen az intézményt, összesen pedig 4400-an képzelnék el tovább tanulásukat Nyíregyházán. A legnépszerűbb szakok továbbra is a országos trendekhez igazodóan a gazdálkodási és menedzsment, az óvópedagógus, illetve a repülőmérnök alapszakjaink. Felsőoktatási szakképzések vonatkozásában ugyancsak a gazdálkodási tudományterület, a mérnöki területek és a programozó informatika azok, amelyek szép eredményeket mutatnak. A tapasztalatok szerint a hallgató jelöltek körülnéznek a munkaerőpiacon, és ez alapján választanak szakot. Gazdasági vonatkozást szinte mindenhol találnak, ezért lehet évek óta töretlenül népszerű a gazdálkodási és menedzsment szak. Sőt, ezzel terjeszkedni is szeretne az intézmény. A Nyíregyházi Egyetem tervei közt szerepel, hogy kihelyezett képzésként Mátészalkán és Kisvárdán is indítson képzéseket. Az első helyes jelentkezések alapján a csecsemő és kisgyermekgondozó szakunk Mátészalkán már olyan számokkal mutat, amelyeknek azt gondolom, hogy az indulásában biztosak lehetjük. Oda még várjuk gépészmérnök képzési területen a jelentkezéseket. Kisvárdán sport és rekreáció szervező, illetve gazdálkodási és menedzsment területen tervezünk kihelyezett képzéseket, illetve portfóliónkban újdonság, hogy amit a felvi.hu honlapon is láthatnak, hogy távoktatásban is ajánljuk, mint munkarend a jövőben képzéseinket. A tanszékvezető hozzátette, a 21. században a szakok képzési és kimeneti követelményei már nem feltétlenül csak ismeretanyagot jelentenek. Olyan képességeknek és attitűdöknek is birtokában kell lenni, amelyek később a hatékony elhelyezkedés segítik. Ezért fontos, hogy a szakmai tudás mellett a tanuló képességet, a szakma iránti igényességet és a változás indokolta rugalmasságot is elsajátítsák a hallgatók. Előkelő helyezést ért el a legjobb gimnáziumok országos rangsorában a Nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium. A középiskola a 24. helyet szerezte meg a listán. Az intézmény igazgatója azt mondta 35 perc című műsorunkban, a versengés helyett az együttműködés erősítését tették pedagógiai programjuk középpontjába. Két évtizede szerepel a gimnáziumok országos rangsorában a Nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium. A listát a HVG, a kompetencia felmérések és a felsőoktatási felvételi eredmények alapján állítja össze. Idén a Krúdy érte el a legjobb helyezés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 24. helyen végzett. Az intézmény vezetője azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy az előkelő eredmény a tanári kar és a diákság közös eredménye. Állandó összetételű és jól összetartó nevelőtestület dolgozik a gimnáziumban. A képzési profilunk is változatlan az elmúlt időszakban, és a szülők között töretlen népszerűségnek örvendenek a képzéseink, és hát természetesen az, hogy a Nyíregyháza városi iskolákban végzett általános iskolások nagyon alapos, stabil felkészültséggel kezdik meg nálunk a gimnáziumi tanulmányaikat. Hányszoros a túljelentkezés általában a Krúdyba? Tagozatonként változó 3-5-szörös számmal szoktunk számolni.
de vannak olyan tagozati formáink, amikor néha 7-8-szoros túljelentkezés sem lehetetlen. Az elmúlt két év járvány miatti korlátozásai éreztették negatív hatásokat a diákok mentális állapotán, de a tanári kar megpróbált alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Krisz Gyula azt mondta, a versengés helyett az együttműködés kultúráját erősítették az elmúlt időszakban, ami meglátszik az eredményeiken. A megszerzett tudás az egy olyan kincs, amit minden életkorban, minden élethelyzetben kamatoztatni lehet. Az együttműködés fontosságát emelem ki másodikként. A közösségi élet az arra is szolgál, hogy, és a most már teljesen újszerű pedagógiai módszerek is sarkalják arra a kollégákat, hogy egyre több együttműködésen alapuló, kooperáción alapuló módszert is elsajátítsanak, így van a gyerekek, mert hogy egy olyan gazdasági jövőben kell majd megtalálniuk a helyüket, amikor csak együttműködve sikeresek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy picit háttérbe szorul a versengés, igen, és az együttműködés. Így van. Ettől függetlenül azért a tanulmányi versenyeken a Krúdi, gondolom, hogy előkelő helyeken. Nagyon-nagyon sokféle tanulmányi versenyen próbálkoznak diákjaink, és még azt mondom, hogy egyre több és több is alakult az utóbbi időkben. Itt már nem csak a tantárgyi versenyek, hanem szónokverseny, innovációs verseny is megjelent a palettán, ami azt is jelenti, hogy nekünk is lépést kell tartanunk. A HVG 100-as listáján idén is fővárosi intézmények végeztek az első helyeken. Az első 10-ben egyetlen vidéki iskola, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium szerepel a 8. helyen. A Krúdi mellett még egy megyei intézmény került az első 100-ba, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium szerezte meg a 67. helyet. A Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott ünnepi taggyűlést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének megyei szervezete. Az 50 éves jubileumi eseményen kitüntetéseket is átadtak. Idén Nagy László nyugalmazott könyvtár igazgató, valamint Hollósi Istvánné, a Kálós-Semjéni könyvtár vezetője vehettek át szakmai elismerést. Ünnepi ülést tartott az idén 50 éves Magyar Könyvtárosok Egyesületének Szabolcs-Szatmár-Beregi szervezete. A megye legrégebbi kulturális társasága 15 éve rangos szakmai elismeréseket alapított. A Csendes János díjat egy nyugalmazott könyvtárosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjat pedig egy még aktív munkatársnak ítéli oda az Egyesület kuratóriuma. A kitüntetéseket minden évben a Könyvtárosok Világnapja alkalmából adják át a díjazottaknak. Próbálunk minden alkalmat megragadni, hogy népszerűsítsük azt, hogy itt a megyében van egy ilyen rangos szakmai elismerés, amivel nem csak a nagy és jelentős tevékenységet végzett kollégákat jutalmazzuk, hanem az aktív, fiatal kollégákat is, hiszen ők is nagyon sok olyan innovációt, vagy olyan szakmai ténykedést mutatnak, ami érdemes az elismerésre. A Csendes János díjat idén Nagy László nyugalmazott könyvtárigazgató vehette át, aki két évtizeden át volt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárigazgatója. Magánál a díjnak az alapításánál én is részt vettem, mint igazgató, és hát sok-sok jó kollega kapta meg eddig, most rám került a sor, úgyhogy én örülök nagyon neki, Csendes János jó kollégám volt, hát együtt dolgoztunk hosszú ideig, itt a főiskolán, majd utána Debrecenbe, és hát ez egy szakmai elismerés a megye részéről. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjat idén Hollósi Istvánné, a Kálós-Semjéni dr. Erdés Sándor könyvtár és Pál Gyula művelődési ház vezetője vehette át. Ahogy változik a könyvtár, igyekeztünk mindig felvenni a fonalat, a ritmust, és úgy változtatni a szolgáltatásunkat. Nálunk Kálós-Semjénben a könyvtár nem csak könyvtár, hanem mint egy információs központ működik. Mi adunk helyt a falugazdász munkájának, hozzánk fordulnak minden nyomtatással, ügyfélkapus ügyintézéssel, az emberek ügyes-bajos dolgaival, úgyhogy elég sokféle funkciót betöltünk a településen. Az ünnepi taggyűlésen a kitüntetések átadását követően felidézték az idén 50 éves megyei szervezet történetét.
Minden rekordot megdönthet az idei gyermektáborozók száma a várakozások szerint. Nagyon sok szülő már januárban lefoglalta a helyeket. A megyében is sok helyszínen várják a kicsiket a nyári vakáció időszakában. A napközis táborok átlagára 38 ezer egy hétre, az ottalvós táborok átlagára pedig 60 ezer forint per hét. Hátrányos helyzetű gyerekek gyülekeztek Beregdarócon, az örökségünk táborban, akik kerékpározva fedezték fel a beregi vidék természeti és kulturális értékeit tavaly augusztusban. Idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számos különböző témájú tábor között válogathatnak a szülők. A szakemberek szerint a fokozott kínálat és érdeklődés hátterében a pandémia is szerepet játszott. Nem csak a nagyobbak, hanem most már a kisebb gyerekek is az online oktatás hatására megtanulták kezelni. Egyrészt a gyors üzenetküldős alkalmazásokat, az online játékokat, a videós alkalmazásokat, és hát nagyon sokan vannak a gyerekek közül, akik az iskolából rohannak haza, és hogy az online térbe tudjanak játszani a barátaikkal, és kevésbé a játszótérre, vagy éppen a sportpályára mennek, azaz inkább az online térbe próbálnak játszani, mint az offline térbe. És úgy látjuk, hogy nagyon sok szülő a tábort látja nagyon jó eszköznek arra, hogy visszavezessük a valóságba, ha úgy tetszik a gyerekeket, hogy itt is van rengeteg érdekes dolog, rengeteg olyan élmény, amiért érdemes lemenni majd később adott esetben a játszótérre, vagy éppen a sportpályára. A Nyíregyházi Sportcentrum negyedik alkalommal fogja megrendezni a nyári sport és élménytáborát. A tavalyi atlétikai centrum után idén a Continental arénában várják a gyerekeket, akik a játékos foglalkozáson akár kedvenc élsportolóikkal is találkozhatnak. Ezt a helyszínt is szeretjük, mert sokkal biztonságosabb és meghittebb a közeg, a gyerekek, a résztvevő gyerekek számára. Két turnus tervezünk ebben az évben. Az első turnus kezdési időpontja az június 20, a második pedig az ezt követő héten június 26-án kezdődik. Hétfőtől péntekig, és reggel 7:30-tól 5:30-ig vigyázunk a gyerekekre napközis tábor jellegformájában. A Nyíregyházi Sportcentrum szervezőinek az elsődleges célja az, hogy a táborban jelentkező gyerekek minél több sportággal ismerkedjenek meg, és nem csak, hogy megismerkedjenek vele, hanem a foglalkozások által meg is szeressék, kedvet csináljunk nekik a sportoláshoz. A Kisvakon tanodája 31 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, így már az is előfordul, hogy olyan szülő hozza el ide gyermekét, aki maga is részt vett fiatalkorában az itteni programokban. A napközis foglalkozások mellett ott alvós táborokat is szerveznek. A nyári napköziben ezen a nyáron 100 gyereket tudunk fogadni egy héten. 8 turnus lesz, tehát összesen körülbelül 800 gyerek fog hozzánk érkezni. A 100 gyerekkel 14 pedagógus van, 14 és 6 pedagógus jelölt. A Nyíregyházi Egyetemmel van együttműködésünk. A táborfigyelő szakemberek szerint már most több mint 700 különböző tábort hirdettek meg országszerte, amelyek többségénél lehet élni az előfoglalás lehetőségével. Ezzel a szülők az esetleges torlódásokat és várólistákat tudják elkerülni. A napközis táborok átlagára 38 ezer, az ott alvós táborok átlagára pedig országos viszonylatban 60 ezer forint per hét. Egyre népszerűbb szabadidős tevékenységi forma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a horgászat. Ez derül ki a Sporthorgász Egyesület megyei statisztikáiból. Jelenleg csaknem 28 ezer horgász számára kezdődött meg a tavaszi szezon. A horgász engedély ára idén 8300 forint. Elkezdődött a horgászok tavaszi szezonja, ami a Szabolcs-Szatmár-Beregiek életében évszázadok óta jelentős szerepet játszik. Megyénk területén több mint 6600 halászati területen biztosítottak a horgászati lehetőségek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok természetes víz található, köszönhető a nagy folyóinknak, és ugye vannak elég nagy víztározóink is. Olyan 6000 hektárt meghaladó természetes vízfelület állít a horgászok rendelkezésére, amiből körülbelül 494 folyamkilométer az, ami folyóvíz. És mondhatni, hogy vadregényes folyóvíz, hiszen az összes nagy folyónk benne van ebben, ami a megyében megtalálható. Országos szinten azt tudom mondani, hogy körülbelül egy létszám szerint az ötödik legnagyobb szövetség vagyunk. Mi megyei horgász szövetségként működünk, körülbelül 63 tag egyesületünk van. És mivel az országban 25 területi vagy megyei szövetség működik, én úgy gondolom, hogy ezzel az ötödik helyünkkel jó helyen állunk. Ez körülbelül egy ilyen 28 ezer 100 fő körüli horgász létszámot takar a megyében.
A horgászat népszerűségét a statisztikák szerint nem törték meg az elmúlt évek pandémiás hullámai sem. Sőt, a korábbiakhoz képest többen választották ezt a pihenési vagy épp sportolási formát. A szakember elmondta, általános tendencia, hogy az idő múlásával sokan térnek vissza a gyermekkori hobbiukhoz. A középkorúak vannak a legnagyobb létszámban, viszont nekünk nagyon fontosak a fiatalok elsősorban, hiszen van egy ilyen tendencia, ami azt mutatja, hogyha valaki gyerekkorában, fiatalkorában elkezdi a horgászatot, az olyan 20-25 éves 30 éves korában egy kicsit eltávolodik tőle, de utána 30-35-40 éves korában pedig vissza fog térni, és ugye ők gyarapítják majd azt a tábort, amiből a legtöbben vannak. A horgászáshoz szükséges kellékek gyártása és forgalmazása az elmúlt évtizedekben hazánkban is egyre nagyobb iparággá nőtte ki magát. Ma már az sem ritka, hogy valaki több százezer forintot költ egy-egy botra, vagy épp olyan kapásjelzőt használ, amely digitális kapcsolat segítségével értesíti a horgászt, ha az épp nincs a bot közelében. Magyarországon inkább a békés halakat kedvelik az emberek, a ragadozó halak azok háttérbe kerülnek, így van a fenekezés, vagy féderezés, vagy esetlegesen pontyozás, ugye bojlizás, ezek a népszerűbb dolgok itt a magyar horgászok köreiben. Egy horgász engedély ára ma Magyarországon 8300 forintba kerül. Aki betöltötte a 15. életévét, már nem jogosult a gyermekhorgászjegy megváltására, hanem vizsgáznia kell, amit továbbra is díjmentes. Vasárnap május 1-én az üzemeltető Nyírvévé tájékoztatása szerint az örökös piac és a vásártér zárva tart, a búzatéri piaccsarnok és a józsavárosi piac reggel 6-tól délután 2-ig tart nyitva. Három bronzérmet szereztek a nyíregyházi úszók a debreceni felnőtt országos bajnokságon. Stankovics Anna 50 gyorson és 50 mellen végzett a harmadik helyen, Barna Bianca pedig 200 méteres mellúszás döntője után állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Stankovics Anna 50 mellen tagja lett a világbajnokságra készülő válogatott keretnek. Közel 60 egyesület versenyzőinek részvételével rendezték meg az elmúlt héten Debrecenben a 124. felnőtt úszó országos bajnokságot. Tekintve, hogy június második felében világbajnokságot rendeznek Budapesten, a teljes magyar élmezőny medencébe szállt az OB-n. A nyíregyházi sportcentrumot 16 úszó képviselte, és a csapat három bronzéremmel és több döntős szerepléssel tért haza a debreceni sportuszodából. Elég kemény napon vagyunk túl. Én úgy gondolom, hogy jól szerepeltünk, semmiféle hiányérzet nincs bennem. Néhány dologban pontot vesztettünk, vagy pontot hagytunk, de én úgy gondolom, hogy ha mentálisan és kicsit fejben erősebben tudunk felkészülni, akkor ez a jövőben nem lehet probléma. A versenyzők mindenki megtette a tőle telhetőt, az ifjúsági korúak, illetve a serdülőkorúak is indultak ezen a versenyen. Váltóban nagyon komoly szerepet vállaltak, illetve volt, aki B-döntőt úszhatott, ez is kiemelt egy ilyen országos bajnokságon. Stankovics Anna az 50 méteres mellúszásban az ezüstérmestől 300-addal elmaradva a harmadik helyen végzett, csak úgy, mint 50 gyorson, amelynek döntőjében 25-56-os egyéni csúcsot úszott Szollár Gergő tanítványa. Azt gondolom, hogy alapvetően megmutattuk azt, hogy jó formában voltam, hiszen 50 gyorsan ez nagyon is kijött, és az nagyon jól sikerült. Az, hogy a mellúszó számokban, illetve az 50 mellen ez nem annyira sikerült, inkább a fáradtságnak tudnám be, de azért keressük az okokat arra, hogy az miért sikerült gyengébben, de az 50 gyors az egy nagyon jó kiindulási alapot ad a következendő időszakra. Stankovics Anna 50 mellen tagja lett a világbajnokságra készülő válogatott keretnek. A harmadik bronzérmet Barna Bianca szerezte a 200 méteres mellúszásban elért 2 perc 32,61 százados egyéni csúccsal. A 16 esztendős versenyző 100 mellen negyedik, 50 mellen pedig ötödik lett szintén egyéni csúcsokkal. Nagyon elégedett vagyok, nagyon jól sikerült a felkészülés, és a versenyszámokhoz is úgy sikerült odaállnom, hogy fejben ott voltam, és elhatároztam, hogy meg szeretném csinálni. Az 50 méter egy olyan szám egyébként, ahol nagyon nehéz döntőbe kerülni, mert nagyon sokan vagyunk egymás után ugyanazzal az idővel, de azon is sikerült épp, hogy becsúsztam a döntőbe, ahol ott is tudtam javítani az egyéni csúcsomon, illetve még előrébb végezni, mint ahogy bekerültem a döntőbe.
Bianca nem sokat pihenhet, mivel tagja a május 14-én kezdődő franciaországi gimnáziadére utazó ifjúsági válogatottnak. A középiskolások világjátékán 5 egyéni számban áll majd rajtkőre Urvin Tamás tanítványa. Szombaton Debrecenben a Hajós Alfréd Kupa második fordulójában 40 nyíregyházi fiatal úszószál medencébe, egy héttel később pedig Hódmezővásárhelyen a hosszú távúszó ifjúsági Európa-bajnokság válogató versenyén mérettetik meg magukat a sportcentrum versenyzői. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Több mint 13%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma az elmúlt évhez képest, akik a Nyíregyházi Egyetemet jelölték meg első helyen a felső oktatási jelentkezési lapon. 1428-an jelölték meg első helyen az intézményt, összesen pedig 4400-an képzelnék el továbbtanulásukat Nyíregyházán. A legnépszerűbb szakokban nincs változás, továbbra is a gazdálkodás és menedzsment, az óvodapedagógus és a repülőmérnök szakokat választják a legtöbben. Minden rekordot megdönthet az idei gyermektáborozók száma a várakozások szerint. Nagyon sok szülő már januárban lefoglalta a helyeket. A megyében is sok helyszínen várják a kicsiket a nyári vakáció időszakában. A napközis táborok átlagára 38 ezer egy hétre, az ott alvós táborok átlagára pedig 60 ezer forint per hét. Egyre népszerűbb szabadidős tevékenységi forma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a horgászat. Ez derül ki a Sporthorgász Egyesület megyei statisztikáiból. Jelenleg csak nem 28 ezer horgász számára kezdődött meg a tavaszi szezon. A horgász engedély ára idén 8300 forint. Április 26-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este is beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedd éjszaka derült ég és csapadékmentes időjárás várható, a hőmérséklet 8-10 fok körül lesz. Szerdán napközben helyenként felhős, de több helyen napos idő várható, eső nem lesz. Délután 16-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében marad a változékony tavaszi időjárás, komolyabb csapadék csütörtökön várható.